5 éve nagy lelkesedéssel kezdett munkába a megújult összetételű Dombovári Értéktárbizottság. Az első ülést hamarosan újabb követte, így mindjárt több mint 50 elem került az értéktárba. Az értékek különböző kategóriák szerint vannak rendszerezve. A legvastagabb egyébként, ha lehet így mondani, a kulturális örökség, hiszen abban azért nagyon sok minden belefér. Ide tartoznak például a korábbi itt élt vagy innen elszármazott művészek, mint például Marcel György, Sarkantyú Simon munkássága, vagy Bernát János munkássága, tehát elsősorban itt a képzőművészekre gondolok, de ide tartozik akár a népművészet is. 25 épület került be az épített környezet kategóriába. Ezeket az épületeket ellátták információs táblákkal is. Ilyenek a különböző felekezetek templomai, egyes oktatási intézmények, vagy a városképet jelentősen meghatározó épületek. Tehát az egészség és életmód kategóriában tulajdonképpen egy választott értékünk van. Gunaras, ez ugye a város nagy büszkesége, hiszen 1973-ban nyitotta, 73 májusában nyitotta meg a kapuit, és ami az érdekesség, hogy ez teljesen dombovári eredmény összefogással valósult meg, és amit érdemes kiemelni, hogy akkor ugye 8000 kereső polgár élt itt a városban, és ebből 7216-an egynapi fizetésüket adták oda, ezen kívül téglaegyeket is vásároltak, és társadalmi munkával is hozzájárultak, hogy megépülhessen ez a fürdő. Agrár és élelmiszergazdaság kategóriában a Magyar Rapszódia termékcsaládot emlerném ki, Gábor Sándor mester cukrásznak a kreálmánya tulajdonképpen rengeteg elismerést nyert, és hát tulajdonképpen nemzetközi szinten is ismert termékről van szó. Aztán itt van a Dőri konzervgyár, időben ugye vissza kell ugranunk a 20. század elejére, Dőri Etelka nevéhez, aki először keftelésből kezdett tulajdonképpen befőttekkel, illetve gyümölcskandírozással foglalkozni, és ez később egy RTV nőtte ki magát, még a tengeren túlra is szállítottak termékeket. Aztán ide tartozik még a városban ugyan elég ismert ásványvíz, ami Karászi Imre nevéhez köthető. Róla érdemes tudni, hogy nagyapja kezdett a szikvízkészítéssel foglalkozni 1942-ben. Ő vett át ezt a hagyományt, egy ideig még másodállásban, hiszen testnevelő tanár volt, utána pedig folytatta ezt a családi vállalkozást. Én azt gondolom, hogy ez a termék, és utána később a szikvíz mellett ugye saját terméket és az Aquadombot is a piacra dobta. Ez a mai napig nagyon népszerű. Lehetőség van a dombovári értékeket megyei szintre emelni. Amennyiben a Tolna megyei bizottság érdemesnek találja a dombovári értéktár által felterjesztett értéket, az bekerülhet a megyei közkincsek sorába. Így került a megyei tárba a gunarasi gyógyvíz, a Kossuth-szoborcsoport vagy a Gólyavár. A megyei kincsek akár országos értéke is válhatnak. Hungarikum, ugye vannak hungarikumok, ezt sokan tudjuk, oda azért nehéz bekerülni, tehát ez egy piramisos rendszer, gyakorlatilag bárki felterjeszthet akár már egy helyi értéktárban is, ott a bizottság eldönti, ez megy följebb a megyei értéktárban, ezen kívül lefölött van még egy ágazati értéktár. Ha ott úgy döntenek, hogy ez feljebb kerülhet, akkor van még egy értéktár, ami tulajdonképpen a hungarikumok előszobájának tekintenek. Nagyon sok érték ugye itt tulajdonképpen megáll, és hogyha ezek közül a Hungarikum Bizottság elé kerül, és ők úgy döntenek, hogy ez még feljebb kerül, akkor lehet csak Hungarikum, de hát mondjuk itt nagyon sok a kritériumnak kell ahhoz megfelelnie. A Rákóczi túrosra gondoltunk itt több mindenki, hiszen Rákóczi túros kapcsán a Rákóczi fejedelem vagy a Rákóczi család valamelyik jeles tagja jut mindenkinek az eszébe. Kevesen tudják, hogy itt az Újdonbovárhoz tartozó Felső-Lepert pusztán született Rákóczi János 1897-ben, és tulajdonképpen mint egy meseszerű történet, mert mondhatjuk, hogy cseléd sorból lett a nemzetközi konyha ismert szakácsa és cukrásza is. Az értéktár munkáját számos dombovári lokálpatrióta segíti. Erki Nagy Tibor tipográfus helytörténész, Takács Istvánné helytörténész, nyugalmazott középiskolai tanár, Gábor Sándor okleveles cukrászmester, Papné Farkas Gabriella tanár, Harangozó Éva helytörténész, Bán Emma könyvtárvezető. A bizottság nemrégiben újabb elemeket vett fel a gyűjteménybe. 3 napirendi pont volt, ebből mondjuk 2, ami lényeges. Egyrészt voltak elmaradások, tehát voltak olyan értékek, amelyet korábban elfogadtunk, de a városnak van egy honlapja, és ott szerepelnek az értéktár által elfogadott helyi értékek. Na most oda ezek még nem kerültek föl. Ezek 2015-től 2018-ig lettek elfogadva, most kiegészítettük őket, tehát egyrészt tartalmasabb lett ez az anyag, ezt fogadtuk el, tehát ez fog hamarosan felkerülni, illetve a 3 olyan érték, ami korábban itt már a gyűjteményben is szerepelt, 2 személynek a munkássága, az egyik Csermária, népi iparművész, pedagógus tanító, a másik pedig Élő Lajos Rózsika néni, aki sajnos a tavalyi évben hunyt el, ő is népi iparművész, szakkörvezető volt. Mindketten nagyon sokat tettek a kapocsmenti fehér hímzés és általában más hímzés kultúráknak a terjesztéséért. Tehát ő ez a két személy, akit mindenképpen most elfogadtunk, és a harmadik pedig Konc András, a helyiek által ismert fényképész, aki műtermében művészi kiviteli fotókat is készített. A kulturális örökség részeként nagyon fontos a város szempontjából a Kossuth-szoborcsoport. Ugye tudjuk, hogy 1927-ben avatták Budapesten, Kalandos úton az 50-es évek végén Antal István tanácselőnek köszönhetően ide került, aztán megint csak itt még nem találták a helyét, de a lényeg az, hogy meg lett mentve ez a szoborcsoport, és 1973-ban lett felállítva, a város nagy büszkesége, hiszen itt maradt a városunkban, és egy másolatot lehet tulajdonképpen megtekinteni a parlamentnél. Ami az értéktár munkáját illeti, egy fontos vagy egy kiemelt feladatunk lenne az, hogy a lakosság egyáltalán jobban tudjon erről az értéktárról, hogy tulajdonképpen mi ez, vagy hogy hogyan csatlakozhat ehhez. Tehát én fel is hívnám a figyelmet arra, hogy aki úgy gondolja, hogy olyan értéket lát a környezetében, lehet akár egy régi épület, annak egy részlete, vagy egy olyan személy, akiről esetleg mi nem tudunk, nyugodtan terjessze fel a bizottsághoz, tehát mi szívesen veszünk minden ilyen felterjesztést, illetve hát szeretnünk volna az idén a múzeumok éjszakáján egy ilyen értéktári kiállítást megnyitni. Ez sajnos a körülmények miatt elmarad, de biztos, hogy később megtartjuk, aminek az lett volna a célja, hogy egy kicsit életet vigyünk ebbe, tehát ilyen standszerűen elhívtuk volna azokat a személyeket, akik bent vannak. Lásd, gondolok itt az Aquadomra, gondolok a Magyar Rapszódia, a Teszter családra, vagy akár a Rákóczi túrosra, vagy a Homeláb 4 számítógépre. Tehát egy kicsit életet vinni, egy ilyen bőrzeszerűen, akár egy ilyen kimígyűjt kiállítással is ki lehetne egészíteni. Ezt mindenképp szeretnénk a jövőben megvalósítani, szeretnénk, hogyha a lakosság aktívabb résztvevője lenne az értéktár munkájának.